A pünkösd az, én azért is öltöztem fel, mert számomra a legnagyobb ünnep. Igazából a karácsony az elmúlt, a húsvét az megszűnt és beteljesedett, de a pünkösd az mai napig tart. És egy olyan ünnepben vagyunk benne, és itt a végén szeretném azért is egy kicsit, látjátok, így takra megy az idő, mert az Úr megszervezte az alkalmat, megérinteti többünket. A végén fogunk imádkozni, hogy aki még nem telt be Szent Szellemmel, az töltse be az Isten szelleme. Nagyon fontos, így a felházas fiataloktól, amit megtanultam, hogy nem sokat akarnak emberileg beletenni, hanem sokkal inkább várják az Istent, hogy cselekedjen. És én magam is úgy vagyok ezzel az egésszel, hogy nem tudok mit tenni, nem is akarok már, mert sok mindent tanítottunk, sok mindent mondtunk, de valójában a Szent Szellemre van szükségünk. Arra, hogy átéljük az Isten szerelmét. És amikor ezt átéljük, akkor ez egy egészen más dimenzióba kerülnek a problémáink. Egészen más dimenzióba kerülnek bele a nehézségeink, a betegségeink, az elvetettségünk, a különböző dolgok. Gyakorlatilag egy olyan üzenet van bennem, amit az István is elkezdett mondani, hogy Jézus meg akar rajtunk keresztül nyilvánulni, és azt akarja, hogy lássuk egymásba is őt. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz szüksége van egy nagyon fontos dologra, hogy kiütődjön az életünkből. És ez a fontos dolog, az a törvénynek az a fajta megnyomorítása, amikor azt gondoljuk, hogy a mi alkalmasságunk, az alkalmas voltunk, a jóságunk, a büntelenségünk, vagy az odaszánásunk miatt jön a Szent Szellem. És amikor nem jó az életünk, vagy nem sikerülnek a dolgaink, vagy nem úgy van az életünkben egy-két dolog, akkor nem vagyunk alkalmasak. Akkor el se jövünk gyülekezetbe, akkor nem is imádkozunk, akkor nem teszünk semmit, mert azt gondoljuk, hogy most nem vagyunk alkalmasak. És a legnagyobb baj az, hogy amikor ez történik, akkor meghidegül bennünk az Isten iránti szeretet. Mert azt gondoljuk, hogy az Isten se szeret már úgy bennünket, mivel mi nem vagyunk alkalmasak, és nem vagyunk olyan állapotban, hogy Isten szeressen bennünket. A pünkösd előtti rész a feltámadásról szól, és a feltámadás után, itt fölírtam pár pontot, nem tudom, hogy felolvasom, vagy nem olvasom, teljesen mindegy, de a lényeges dolog az, hogy Isten elkezd foglalkozni a tanítványokkal, méghozzá egy nagyon-nagyon furcsa módon. Ez a furcsa mód, ez azt jelenti, hogy nincs mindig velük. Nincs, mint azelőtt. Együtt laktak, mentek, jöttek, mentek, ide, oda, amoda, hanem egyszer csak megjelenik itt, egyszer csak megjelenik ott, egyszer csak ennek, aztán annak, és közben ott vannak az emberek, magukra hagyva a problémájukkal és az egész dologgal. Az Isten meg akar téged bátorítani méghozzá azzal, hogy nem indulhatsz ki a saját hibáidból és a saját nyomorúságodból az ő szeretete felé. Nem indulhatsz ki, mert akkor hajótörés szenvedsz. Most történt velünk a Katával egy érdekes dolog, és nagyon, nagyon sok minden, és tudom, hogy veletek is ilyen dolgok történnek. Most egy lakáscserében vagyunk benne, ahol ugye átadják a foglalót, ami ez esetben valami 4 millió forint volt, és azt mi továbbadjuk egy másik foglalónak, ahova megyünk, és az érdekes az volt, és mindenkivel ez történik, ezt csak úgy mondom, azért mondom el a sztorit, mert mindenkivel hasonlók történnek. Bibliaiskolán voltunk, és ahogy jöttem ki bibliaiskoláról, neki tolattam a gondnok autójának. Az most vette ez a gondnok ezt az autót, szép, gyönyörű, szép kis Toyota volt, egyből nem volt már gyönyörű és szép,
Hát mondom, jó van, hát bibliaiskola, Isten szolgálata közben ez történik veled, Kubinyi. Persze, hát mindjárt nem elhesegetem a dolgokat, de fölveszem a telefont, hívott a vevőm. De ugyanabban a pillanatban történnek mindig. Az ördög meg akar ölni téged, azt nem tudom, hogy észrevetted. Ő embergyilkos. És ha elveszi a hitedet, akkor megöl téged. És akkor fölhívom a vevőmet, és azt mondja, hogy baj van, mert az a szoba, ahol ti laktok, az nincs. Már mi az, hogy nincs? Illegálisan épült, nincsen. Na most ekkor az történik, hogy nem stimmelnek a dolgok, tudod? Visszaléphet a vevő, hát ez a bank hozta ezt az egészet, hogy a bank nem ad nekik hitelt, mert nincs is az a szoba. De nem csak az nincsen, egy csomó szabálytalan hozzátoldás, stb. Van. Na most ekkor történt az, hogy úgy kiment belőlem az élet. Tolattam neki, utána ez van, focira már nem tudtam elmenni, aludni persze éjszaka nem tudtunk, de akkor tudtam, hogy én nem, és akkor eszembe jut, hogy neked is, hogy milyen nyomorult vagy, hogy az Isten nem szeret, mert vannak azért az életedben nem stimmelő dolgok, és akkor az Isten elé mentem, és azt mondtam, Uram, én végigcsináltam egy csomó mindent, Máriával is, ahogy végigmentünk ezen a nehéz etapon, nem éreztem magam ilyen nyomorultnak. Nem lehet az, hogy én most egy ilyentől megfekszek, de tudjátok, minden problémától meg lehet feküdni. Teljesen mindegy, hogy mi az. Akár egy veszekedés a feleségeddel, akár egy ilyen ügy, de ez ügyben úgy nézett ki, hogy ha visszalép a vevő, elveszítjük a 4 milliót, mert szabályosan visszaléphet, mert érted, mert olyan, mint egy lopott kocsit veszel, oda jön a rendőr, és elviszi a kocsit, hiába fizetted ki. És nem tudom, hogy megkapod-e valaha a pénzt. És akkor imádkoztunk, és az volt a szívünkben, hogy nem lehetséges az, hogy az ördög tönkre tegyen bennünket. Nem magunkra néztük, hanem Jézusra néztünk, és akkor adott az Úr egy igét. Az Úr mindig ad neked egy igét, egy kapaszkodót. Ad neked egy olyan dolgot, amin keresztül mehetsz tovább. És akkor kaptam az egyik. Na, a pusztai vándorlást azt mindig én sokszor kapom, de hát most újra megkaptam. És a pusztai vándorlással kapcsolatban azt, hogy ahogy hatalommal és erővel kijöttek Izrael földjéről, és tele volt a körömmel, olyan ütősen történt ez az egész, hogy megrendült egész Egyiptom. Olyannyira megrendült, hogy még az arany és ezüst dolgaikat, tárgyaikat is odaadták a zsidóknak, és kifosztották egész Egyiptomot, úgy mentek ki hatalmas erővel. És ahogy elhagyják Egyiptomot, megjelenik előttük a Vöröstenger, és megjelenik utánuk a sereg, ami el akarja pusztítani őket. A te életedben ugyanez van. Megjelenik elől a lehetetlen szituáció, és mögötted a lehetetlen szituáció, és ott vagy középen, és úgy néz ki, hogy hol van az Isten közben. És az Isten pedig ott van, és nagyon fontos, hogy ekkor ne zugolódj, ekkor ne elkeseredjél, hanem bízzál az Úrban, a nehéz helyzetedben, mert az nehéz helyzetben azért kerülsz bele, hogy az Isten megdicsőítse a nevét. Azért kerülsz bele a nehéz helyzetbe, hogy megtapasztaljad és megfogjad az Istennek a jelenlétét. És ezt az igét kezdtem el magamra imádkozni, hogy Uram, előttem van ez a dolog, én nem tudom. De ha nem adjuk el a házat, ha elveszítjük a 4 millió forintot, hogyha nem sikerül ez az egész dolog, akkor is a tiéd a dicsőség, én nem adom meg magam a keserűségnek, nem adom meg magam annak, hogy egy féregnek gondoljam magam, vagy egy szerencsétlen dolognak, vagy egy olyannak, hogy elrontottam mindent, mert ilyenkor jön, érted, hogy rossz a házasságod, azért van ez, meg minden, tudod, jönnek ezek a gonosz gondolatok, amik akarják lenyomni a torkodon azt, hogy szerencsétlen vagy. Most megnéztem a mi atyákba a szabad is meg a gonosztól, ott nincsen a gonosznak, diabolos szó nincsen, nincs a sátán. Ha nem tudod, mi van ott? Szabad is meg a rossz állapottól. Az van odaírva. Tehát ha megnézed, ott nem is a sátán van odaírva, hanem a rossz állapot. Természetesen a sátán okozza. De a legnagyobb harcunk az, hogy szabaduljunk meg a rossz állapotunktól. Mert ha megszabadulsz a rossz állapotodtól, akkor a körülmények is megváltoznak.
De ha nem tudsz megszabadulni a rossz állapotodtól, akkor gyakorlatilag belekeveredsz, belemész a pusztulásba, belemész a veszteségbe, a vereségbe. És akkor másnap, vagy harmadnap, már nem tudom mi, megnyugodtunk, Istennek adtuk a dicsőséget, megvallottuk, hogy övé az életünk, minden, és hogy a mi jó voltunk, nem a saját jóságunkból van, nem a jó döntéseink miatt, nem azért, mert valahová jutottunk, én még csak azért se, hogy gyülekezetbe járunk, hanem attól, hogy ő szeret bennünket, és ő odatta értünk az életét. És akkor a vevő, három csoda történt egyszerre. Persze ezeket utoljára azt mondja az ember, hogy ez de nem természetes, mert ha nem történik meg, és elveszed a pénzedet, akkor tudod, hogy nagy baj van. A vevőnek eszébe se jutott, hogy visszalépjen. Második, a önkormányzat azt mondta, hogy földmérő, mérnök, stb. Kezdjék el a munkákat, meg se büntetnek bennünket, meg az se, aki ezt csinálta, mert nem mi csináltuk, nem is tudtunk róla. És lepapírozzák, és berajzolják, és bejegyzik. Harmadik, a bank azt mondta, hogy ha ezek így vannak, akkor már ha elkezdik, ő megadja a hitelt, ami miatt mi nem kaptuk volna meg a pénzt a vevőnktől, mert nincs pénze. És mind a három dolog megtörtént, és én azt tudtam, hogy ez nem akkor történik meg, amikor megtörtént, hanem akkor történt meg, amikor mi nem engedtük be a gonoszt a szívünkbe. És akkor menjünk tovább a történéseknél. Jézus meghal. Gyakorlatilag ezt az egészet nem lehet földolgozni, mert ezt az egész hiába mondja, hogy meghalok, meg hiába mondja, hogy ezt kell az emberfiának elszenvednie, hát feltámaszza a Lázárt, hát a halálon uralkodik. És ott vannak összeomolt állapotban. A legtöbb helyen azt olvasuk, hogy sírtak. És rettegtek. Na most, mi ilyenek vagyunk emberek, hogy tényleg nagyon törékenyek vagyunk, de mindegyikünk egyébként, nem csak ők. És amikor az gonosz megtámad bennünket, akkor sokszor sírunk. És sokszor rettegünk. És sokszor jutnak olyan gondolatok eszünkbe, hogy mi lesz a folytatás, ha ez így megy tovább. Mi lesz velünk? Mi lesz az életünkkel? És először az első síró ember az Mária Magdolna volt. Mária Magdolna volt Jézusnak, úgy mondja az írás, hogy 7 ördögöt tűzött ki belőle. Tehát ez nem volt akármilyen piskóta nő, tehát előtte söprűnélen járt. Tehát azért... És ő neki jelenik meg először, és annyira sír ez a nő ott, hogy azt hiszi Jézusról, hogy a kertész, és akkor azt mondja, mondd meg, hova tettétek, és azt mondja, Mária, és azt mondja, Rabboni, és akkor van egy katarzis. És azt mondja, még ne érints meg, mert nem mentem fel az atyához, a ti atyátokhoz, az Istenhez, a ti Istenetekhez. Abban a pillanatban, amikor Jézus felment az atyához emberi testben, mert utána aztán majd mondja, hogy fogjátok meg a testemet, a szellemnek nincs húsa, akkor téged fölvitt az atyához, bemutatta az emberiséget az atyának, hogy az ő visszaszerzett bennünket. Az Istenünk lett az atya, és az édesapánk lett az atya, újra egybeszerkesztette azt, ami szétszakadt. A pünkösd pontosan erről szól, majd a végén meglátjátok, hogy nem csak, hogy felment testben, hanem testben is maradt Jézus Krisztus. Az emberiségnek az a dicsőséges ura, aki mint emberfia ott ül az atyatornán. És ezért te bekerültél az isteni természetben, mert Jézus Krisztusban vele együtt fel vagy ültetve az atya jobbjára. Mi is oda kerültünk az atya jobbjára.
Utána jön a következő frusztráció, hogy tudjuk az emauszi tanítványok, akik teljesen maguk alatt vannak. És sajnos az ember, amikor maga alá kerül, akkor nem abba az irányba megy, amerre kellene. Megy a boros üveg felé, vagy megy olyan tévécsatornák felé, ami felé nem kellene, vagy olyanokat beszél, amit nem kéne, vagy összeveszik olyanokkal, akikkel nem kéne. Megyünk egy olyan úton, egy olyan irányba, amire nem kéne. És a Bojki Laci múlt alkalmon beszélt erről, hogy pedig mi azt hittük, című sorozatát folytatta. De milyen csodálatos ebbe az egész történetben, hogy Jézus pedig oda megy melléjük. És velük megy az ellenkező irányba, mint amerre kellene menniük. Isten szeret téged nem azért, mert erős vagy és bátor. Nem azért, mert jó döntést hoztál. Nem azért, mert szuper keresztény vagy, hanem egyszerűen szeret téged. És lehet, hogy éppen rossz irányba mész. Lehet, hogy éppen nem stimmelnek a dolgaid, de elmegy veled. Oda megy. Pont amikor bajba vagy, akkor ő nem fog elhagyni. Pont ő nem fog elhagyni. És a szívükre beszél, és megfordítja őket. Na most itt egy nagyon fontos dolog van. Isten nem kárhoztatja az emberiséget. Jézus Krisztusban magára vette a törvénynek a kárhoztatását, magára vette az átkokat és a bűnöket. És igazából, amikor ez az egész történet lezajlódik, akkor megfordulnak a tanítványok, és eltűnik Jézus, mert ő számára már nem fontos az, hogy fizikálisan ott legyen. Mondja egy másik igében, hogy jobb nektek, hogy elmegyek, mert ha nem mennék el, nem küldeném el a Szent Szellemet. Meg akar fordítani téged a rossz állapotodba. Meg akar fordítani téged a gonosz állapotodból. Mindegyikünkre rájön. Itt van az András barátunk, hát ugye kiderítették róla, hogy rákos után, hogy rossz indulatú és áttétes, és kivették a nyirok, még most is csövek lógnak belőle, nem? Na, igen, szép, gyönyörű. De mi történt vele? Mi történt veled? Hát, amikor felfedezték, hogy a jobb vállamban egy rákos daganat van, akkor gyakorlatilag az már azután történt, miután az úrtól már a tavalyi évben kaptam egy elég erőteljes kijelentést, aminek én viszont elég erőteljesen ellenálltam, ismervén az előzményeket az életemben, és akkor az idei év elején ez gyakorlatilag megismétlődött, és akkor pedig már gyakorlatilag az úr hívására rámolintottam. Majd ezt egyszer bővebben kifejtem, de a lényeg az, hogy gyakorlatilag az ördög jött és meg akart rettenteni. Amikor kivették a vállamból a daganatot, akkor egy olyan két hét múlva jött meg a szövettani eredmény, elmentem érte a kórházba, mondták, hogy jobb is, hogyha itt maradok, mert vágnak tovább, mert áttétes lett. De a szívemben volt egy kijelentés az úrtól, hogy nem lesz semmi gond ezzel a dologgal. A családom, a sírt, mindenki teljesen ki volt borulva körülöttem az ismeretségi kör. És hát ugye itt azért ilyen élet-halál kérdésről volt szó. Kicsit hülyének is tartottak, hogy eléggé könnyelműen fogom föl a dolgot. És akkor másnap reggel visszamentem a kórházba, kivették a többi nyirokcsomót, és egyetlen egybe sem találtak rákos sejtet. Tehát nagyon-nagyon gyors lefolyású, gyakorlatilag egy olyan cirka egy hónap alatt lefutott ez az egész esemény. De viszont arra nagyon jó volt, hogy benne a kórházba egy kicsit lelassultam, és nagyon sok mindenen el tudtam gondolkozni, legfőképpen azon, hogy miért én voltak itt a gyülekezetben is olyan emberek, akiknek mondjuk az életük sokkal jobb és tisztább volt, mint az enyém.
vagy például a gyermekem is 4 hónapos korában elhunyt, meghalt, tehát ő egyértelműen tisztább volt, mint én. Miért én? Hát mert az Úr így döntött, és majd egyszer megtudjuk. Na szóval az Andrást megérintette a Szent Szellem, és most megmondom nektek, hogy az a kegyelem üzenetében a legdöntőbb dolog az, hogy jelek és csodák fogják követni. És ez teljesen biztos, mert az Isten megtolja a kocsit, tehát ez nem úgy van, hogy mi erőködünk, meg mondunk valamit, hanem egy pillanat alatt fogsz megszabadulni az alkoholtól. Úgyhogy nem fogod kívánni minden erőködés nélkül. Egy pillanat alatt fogsz meggyógyulni. Egy pillanat alatt fogsz férjet és feleséget találni. Higgyétek el, nekünk nem, bocsássatok meg, de nem vallásosságra van szükségünk, hanem arra, hogy az Isten benyúljon az életünkbe. Arra, hogy megtapasztaljuk, hogy él. Arra, hogy meglássuk, hogy valóságos, hogy nem csak egy elképzelt személy, hanem itt van velünk, hogy megtapasztaltak ezek az első tanítványok, hogy semmi más nem akart, mint megfordítani a szívüket. Megfordítani a hitüket, megfordítani a belsőjüket. És menjünk tovább. Nagyon megérintett az a dolog, amikor Pétertől megkérdezi Jézus, hogy szeretsz-e engem. Annyiszor prédikáltuk el, én nem akarok erről sokat mondani, de úgy megütött ez a gondolat, hogy miért kérdezi Pétertől, hogy szeretsz-e. Persze tudjuk, hogy 3-szor megtagadta, 3-szor kérdezi, hogy szeretsz-e. De miért nem mondja Jézus neki, hogy Péter, én szeretlek? Miért kérdezi Pétertől, hogy Péter, szeretsz-e? És az Úr kijelentette nekem, és megmutatta, nagyon megdöbbentem, azért, mert miközben 3-szor megtagadta Jézust, és belement a bűnbe, azt gondolta, hogy őt már Jézus nem szereti. Azt gondolta, hogy Jézus őt már így nem fogadja el. Azt gondolta, hogy így már ő neki nincs esélye. És ezért kell kimondani a Péternek 3-szor, hogy Uram, szeretlek, mert igenis Péterben megtört ez a szeretet. De először azt gondolta, hogy az Isten nem szereti őt. És tudod, amikor nehézségbe kerülsz, és pláne ha rosszul döntesz, vagy Emmaus tanítványként ellenkező irányba mész, akkor, és ki is derül, hogy rossz lesz a döntésed, és a döntésednek a következményét iszod, mert a bűn bűnhődést hoz, a bűn büntetést hoz, benne van a rossz döntéseknek a következménye az életedbe, és elég gyötrő. De az Isten mégis szeret téged. Ő ma is a bűnösök barátja. Ma is. Ma is a kegyelmét adta neked, és ma is azt mondta, hogy odaadta az életét érted. Nem vonta vissza. És amikor megérted ezt, hogy Pétertől megkérdezi 3-szor, akkor ott van még a nagy halfogás. Emlékeztek, a nagy halfogás hogy indul? Nagy halfogás úgy indul, hogy hálókat mosogatják, egész éjjel nem fognak semmit, és akkor hajnalba ott mossák a hát, Jézus ott kimegy, ott tanítja az embereket, és aztán azt mondja, hogy dobjátok be a hálót, és akkor szakadozik a háló, annyi halat fognak. És mit mond akkor Péter? Azt, amit te is mondasz, meg én is. Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Nálam nem stimmelnek a dolgok, Uram. Nincs minden nálam rendben. Én nem tudom, hogy mi lehetett ott Péterrel, de hát szerintem azért nem voltak neki teljesen jó gondolatai Jézussal kapcsolatban. Hát prédikáljon ez a prédikátor, de a halászatot hagyja már rám. Szerintem morgott is egy kicsit, de azért mondta, hogy jó, hát kidobjuk a hálót. Na hát kidobjuk. Aztán amikor megérezte, akkor rájött, hogy itt mindenről szó van, itt nem csak halászatról van szó, itt a lelkéről van szó, itt az életéről van szó, itt mindenről szó van. És mit mondott? El kell menned tőlem, mert én nem vagyok rendben. De Jézus pedig azt mondta, de Péter, miattam rendben leszel, és rendben vagy, és embereket fogsz halászni. És miután szétfutottak, és szétrebbentek Jézus halála után, azt mondja, fiacskáim, fogtatok-e valamit? Semmit, mert ezek sokszor nem fogtak semmit, olyanok voltak, mint én. Meg a bogár. Tehát én meg a bogár horgászunk, imádkozunk, és
mellettünk káromkodik a manus, érted, és telefogja magát hallal. Mi meg egyet se fogunk, tehát nem egy picit, nem egy snecit nem fogunk, semmit nem fogunk. Na mindegy, az Úr alázatra talít bennünket, és 153 nagy hal, ez majdnem egy tonna, 5 kilójával, 725 kiló. 765 kiló. Igen, ez majdnem egy tonna hal, hogyha 5 kilójával. Hát nagy hal az nekem 5 kilótól kezdődik, hát nem akkor, mint a Janó hány kilós pontyot fogta? 36 kilós pontyot fogott a Janó. Az már majdnem akkora, mint a hasad. Nos, ez vicc volt, de hülye vicc volt, na mindegy. Tehát majdnem akkora, mint te vagy. És az a helyzet, hogy amikor megfogták ezt a 153 nagyhalat, ez direkt volt, hogy azt mondja Jézus, hogy figyeljetek ide, ti elfutottatok, hitetlenkedtetek, ki van sírva a szemetek, kihullott a fele hajad. Janova kéne orgázom. A testvére kapják a kijelentést a gyülekezetbe. Nem. Egyébként a Kata is jelentkezett, hogy meg akar tanulni horgázni. Hát, ha nagyobb szerencsével leszek. Na és pedig most már horgászni úgy megyünk, hogy betöltekezünk Szent Szellemmel. Komolyan mondom. Még vezetést is kérünk. Na mindegy. És egyszerűen ez a 153 nagyhal azt bizonyítja, hogy értsed meg, nem a te állapotod miatt történik ez az esemény, hanem miattam történik. És akkor még most nem akarok mindent elmondani, ugye először nőnek jelenik meg Jézus, nem férfinak, tehát ez ennyi a férfi társadalomnak. Erről majd a Kati prédikál egyet. Nem, akkor tudsz már, már is tudna, nem? Ha biztosan. Akarsz egy picit beszélni? Ne teszek. Mert Krisztusban nincs férfi és nő. Azért ezt csak úgy megmondom, amikor egy nőt betölt a Szent Szellem, és kijelentést vesz az Úrtól, az az Isten szava. És az, hogyha nőn keresztül jön, ha férfinke, ha gyereken keresztül jön, teljesen mindegy. Ez az Isten szava, meg kell ismernünk. Én amikor ezeket a felházas fiatalokat látom, akkor mindig az van bennem, hogy ha ő kell egy imádkozón értem, akkor én letérdelek és imádkozón értem, csak töltsön be a Szent Szellem engem, vigyen tovább engem, mert szükségem van Istenre. Nem kell a büszkeségem, nem kell az, hogy hány éve vagyok hívő, nem kell az, hogy tudok már sok mindent. Nekem Istennek a jelenléte kell. Nekem az kell, hogy megérintsen, hogy a szerelmével átjárja a szívemet. Az kell, hogy lássam munkálkodni az Isten erejét közöttünk. És a pünkös, tehát most nem megyek végig, mert látjátok, még a Tomit még elmondom. A Tomit. Azt mondja, gyerekek, fiúk, meséhettek, amit akartok. Ha beledugom az oldalába az ujjamat, ahol átdöfték lándzsával, és a tenyerébe, ahol a szögeket átverték, abba is beledugom, tehát nem csak megnézem bele, és dugom, hogy érezzem, érted, hogy ott a luk. Velikie luki. Gyuri, te ezt érted, láttad. Megjelenik zárt ajtók, ez is egy olyan szép dolog, hogy ezek már azóta zárták az ajtót. Tehát, úgy bírom a Katát, az mindig mondja, riasztó, ajtózár, minden, stb. Tehát érted, nyitva adja az ajtót, nem riasztó az ajtót, minden nyitva van, úgy alszunk. De fő a riasztó, érted, és hogy erről vitatkozzunk, hogy kell, vagy nem. Na tehát, amikor tele vagy félelemmel, akkor mindent bezársz. A zárat is bezárod, de a végén nem zársz be valamit, azt most megmondom. Nem tudsz. Nem tudsz, a betörő nem tudsz. Jobb, hogyha az Úrba bízol, érted? Mit? Jobb, hogyha kirakom az asztalra, amit ezt vigye el. Kedves betörő, ezt vigyed el. Ne túrd szét a házunkat. Isten áldjon meg. Ajtó nyitva van, ne feszíts ki, nyomd le a kilincset, és ne az ablakot törd be.
Na most erről ne beszéljünk, majd az Úr ebbe vezet még bennünket. Voltak olyan hívők, amit leírt a Biblia, hogy örömnek vették vagyonuk el rablását. Ezen a szinten én még nem vagyok. És kérlek szépen, zárt ajtóknál megjelenik Jézus, és egyből azt mondja, Tamás, figyelj ide, gyere már ide, jön a dugdosó haldművelet, a oldalba dugni, kézbe dugni, és akkor a Tamás az egészen megrendül, és azt mondja, hogy én Uram, én Istenem. De ez egy fantasztikus mondat egyébként, mert Jézust Urának és az Istennek szólítja meg, a mindenható Istennek. Na ennyit a Jehova tanúinak, mondjátok el, hogy Jézus a mindenható Isten. Na, szóval. Én Uram, én Istenem. És azt mondja Tamás, figyelj, de most azért, mert itten tapisztál egyet, ezért rendben van a dolog, de boldogok, akik nem látnak, és nem tudják ezt megfogni, és mégis hisznek. Figyelj, az igazi hitben van egy olyan, hogy nem látod, és tudod, és boldog vagy. Amikor ez a házügyben, a szívünkben megerősödtünk, akkor tudtunk valamit, és köszönjük azokat is, akik imádkoztak ezért, mert többeknek szóltam, hogy imádkozzatok, mert meg akarunk rendülni. De mégis tudtunk valamit, és amikor már meglátod, akkor örülni fogsz. És nagyon sok történés van, de a lényeg az, hogy eljön a pünkösd, ahol 120-an vannak együtt. Nők és férfiak egyaránt. És ebben a 120 főnyi sokaságban várják az atya ígéretét, tehát nem tudják, hogy mit várnak, de várnak valamit. Hát figyelj, de azt se tudták, hogy Jézus föl fog támadni, pedig azt már aztán tényleg megmondta nekik Jézus, hogy többször, hogy meg fog halni az emberi föltámadni. Na most a Szent Szellemről pláne nem tudtak semmit. Ezek a felházas fiatalok kimennek az utcára, és van olyan, hogy imádkoznak egy drogosért, aki be van drogozva, és ott betölti a Szent Szellem, nyelveken szól, és teljesen kitisztul. Ez jó, nem? Mert az Isten ilyen. Nem azt mondja, hogy egy ilyen állapotban lévő ember tisztuljon meg, aztán majd segítek rajta. Nem. Isten szereti az embert. És különösen az elesetteket szereti. És nyelveken szól, betölti a Szent Szellem ezt az embert. Fantasztikus. Na. A 120 főnyi sokaság várja az atya ígéretét, amit Jézus felmenetel az atyához, és a vér bemutatása által kap meg az emberiség. És itt van egy fontos üzenet, ezzel úgy be is fogom fejezni, de ezt nem régen láttam meg, és az Isten. Olyan érdekes, hogy mostanában történik velem olyan, és ez egy fantasztikus állapot, hogy olyan beszélek, amit én még nem hallottam. És tudom, hogy Isten mondja. És ég az arcom közben, és egy tüzet érzékelek a szívembe, a testembe is, hogy Istennek a jelenléte megjelenik. És tudom, hogy ez ő, nem én vagyok. És többek között ezt a pünkösdöt is így kaptam meg, hogy én ezt így soha nem láttam. Mert ez arról szól, hogy a Szent Szellem az Ószövetségben időnként jelent meg, itt-ott-tamott, és állandóan a Szentek Szentjében volt jelen, a frigyládával, és ott volt. És amikor a templom kárpitja kettéhasadt, akkor a Szentek Szentje megszűnt. És tudjuk, hogy mi lettünk az Isten temploma, a te tested lett Istennek a temploma. De a 120 főnyi sokaság, amikor betöltekezik Szent Szellemmel, itt egy kardinális kérdést kell megértenünk, hogy a Szent Szellem nem azonosul a bűnnel. A Szent Szellem nem azonosul a bűnös természettel. Ezért a Szent Szellem jelenlétében a főpap meghalt, ha bűnnel ment be. A lábára madzagot kötöttek, hogy kihúzzák onnan, hogyha alkalmatlanul ment be. És ma mégis a Szent Szellem egy drogos betölt, és szól nyelveken. Hogy van ez? Mi történt? Ez az új szövetségnek
Mondhatnám, az egyik szegmense, az egyik meghatározó dolga a kegyelem, amikor arról van szó, hogy Isten eltörölte a bűnt egyszeri áldozatával, örökre, tökéletessé tette a megszentelteket. Pál apostol a Kolosszei levélben azt mondja, hogy csak nagyon érdekes, ez is úgy megragadta, de ezt be se jelöltem most, bejöltem vagy 10 igét, de ez is jó, hogy már nem is azt mondom, amit akarok. Azt mondja, akiket, ez a Kolosszei 2-ben van, akiket az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között emelt titok dicsősége és gazdasága, tudnélik, hogy a Krisztus ti közöttetek van, a dicsőség a ma reménysége. Most figyelje, a 2.28. Akit mi prédikálunk intvén minden embert, és tanítván minden embert minden bölcsességgel, hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő Krisztus Jézusban. Miről van szó? Pál azt látja, hogy minden ember tökéletes Jézusban. Ezt mondja. Ezt akarom megértetni veletek. Nem azért lettél tökéletes, mert elérted, hanem azért, mert Jézus elérte. Ezért tökéletes lettél. És ha ebbe hiszel, ezt meglátod, akkor az életed ezzel kezd átitatódni, és ezáltal győztes, győzelembe fogsz tudni járni. És a bűnnel való küzdelemnek a legnagyobb győzelmet az ad, hogy fölülről veszed a győzelmet, és nem alulról. Amikor a testedből akarsz a bűnnel szembe harcolni, akkor a bűnbe belegabajodsz, és minél jobban nem megy, annál erősebben megfog. De minél jobban elengeded a bűnkérdést, és azt mondod, hogy szembesülni kell a bűnnel, így van, a bűnvallás azt jelenti, hogy megvallom azt, amit az Isten bűnnek tart, hogy én is bűnnek tartom. Ennyi a bűnvallás lényege. De a bűnbocsánat megvan. És amikor Jézusra nézek, és az ő győzelmére, akkor bűntelennek látom magamat. Mert egyszeri áldozatával, nincs még bűn, nincs több bűn, nem kell még áldozni, nem kell még valamit csinálni, nem kell még hozzátenni, pont elég volt. Minden vétekre, Jézus vére. Ezért pünköskor a Szent Szellem leszáll a 120 fönnyi sokaságra. Nem nézi azt, hogy ki hol tart, pedig a 120-ból biztos, hogy volt, aki reggel összeveszett az asszonnyal. Hát ezt úgy a statisztikai számok szerint nem létezik, hogy a 120-ból egy legalább nem veszett volna össze. Vagy aggodalmaskodott, vagy félt, vagy mondhatnám tovább. Mibe szoktunk elesni, nem mondom te, mibe esel el. De a Szent Szellem nem erre nézett, hanem a Szent Szellem arra nézett, hogy Jézus Krisztus vére elég arra, hogy rájuk nézek, és szentnek látom őket, tökéletesnek látom őket, amit Péter vagy Pál prédikál, hogy tökéletesnek akarunk előállítani minden embert. Nem némelyeket, minden embert. Ez a kegyelem. Erre mondják azt, hogy a bűnt engedjük. Nem engedjük a bűnt. A bűnnek a legnagyobb letörése a kegyelem. A bűnnek a legnagyobb ellenszere a kegyelem. A legnagyobb erő az, hogy Jézus Krisztusban bűntelen vagy, és ez a tudat téged bűntelenét tesz a fizikális életbe is. Ez a legnagyobb dolog. És ott van, és elkezd leszállni ez a tűz. Ez a tűz, ez itt van most, én érzékelem, és tudom, hogy ez elindul, gyerekek. Ez helyreállítja az egyházat. Én tudom, hogy ez történik most mindenhol. A katolikusok között is most prédikáltam, meghívtak, én elmegyek hozzájuk, nagyon szeretem őket, ott miséztek, gyontattak, meg minden. Volt Mária, meg apró szentek, én voltam a legnagyobb szent. Nem tudták, hogy én megyek oda, tehát valaki meghívott, mert valahol tetszettem neki, tehát semmi. És kérdezte, hogy nem bánt, mondom, nem fogok én a katolikusok ellen beszélni, hát ne hülyeskedjünk már, hát Krisztusban meg vannak váltva. És ilyen piknik volt, tehát ettek kint, ilyen gulyás, több mint 100-an voltak,
és ilyen kis kápolnába akartak benyomorítani, mondtam, én oda be nem megyek, menjünk kápolna elé ki. Kimentünk a kápolna elé, és ott kápolna, bocsánat, csak most lentibe voltam, és a lenti kápolnát úgy hívják Zalába, hogy kápuna. Na mindegy, tehát a kápolna elé kimentünk, na most legyen már egy kis humorérzéketek, gyerekek. Tényleg így mondják, hát elmész Zalába, az kápuna. Na, és képzeljétek el, hogy ahogy elkezdtem a kegyelemről beszélni, egy órát úgy beszéltem, hát ott könnyű volt, mert el tudtam mindent mondani, amit már tízszer itt elmondtam. Tehát ez a legkönnyebb prédikáció. És minden vicc új, tehát fantasztikus, érted? Tehát... Mert itt már azt kell mondani, hogy egyes, akkor röhög a bogár, tízes, akkor az Aliz. És akkor már mindenki, csak a számokat kell benyomni, mert már annyi, mert mindenki, a Kata azt mondja, te figyelj ide, elfelejtetted, ezt 20-szor mondtad már itt a gyerekek előtt el ezt a viccet. Hú, mondom, de olyan jót röhögök rajta, tehát... Megállt a kanál, de szégyen, ez történt, megállt a kanál a kezükbe, megértették, hogy Isten mennyire szereti őket, képzeld, teljesen leszállt a Szent Szellem. És ott távolba, nagyon messze, alig látszódott, ugatott egy kutya. Rászóltam a kutyára, hogy te pogány állat. Nem szégyeded magad, hogy a szent prédikációba belepofászol, érted? Fáján, abbahagyta az ugatást, odajött a lábamhoz, leheveredett, én annyira megilletődtem, hogy én letérdeltem, és mondtam, hogy ez egy teljes megtérés volt. Atya világ, tehát... Innét is látszik, hogy az Úr szereti a katolikusokat, tehát... Még a jelet is megadta nekem, érted? Jelekkel és csodákkal kíséri, hát ilyen módon. És egyszerűen, amikor a Szent Szellem leszállt, elkezdtek nyelveken szólni, de nem csak az volt, és ezt csak így mellékesen mondom, szegény édesapám. Azt annyira meg akartuk nyelveken szólaltatni már, az Istennek nem szólalt meg, érted? Már a nyelvét húzkodtuk. Szóljál már nyelveken, mert aki kéri, az megkapja. De hát ő nem kapta meg, anyám az egyből nyelveken szólta, hogy betöltötte a Szent Szellem, az úgy szól nyelveken, hogy jobban bárkinél. De apám sehogy nem akart nyelveken szólni. Csak úgy megjegyzem, hogy van, aki álmokat lát, van, aki ez van, vagy az van. Hagyjuk ezt a kényszert, jó? Tehát engedjük a Szent Szellemet, hogy a Szent Szellem betölt, fogsz nyelveken szólni, ha kell, és nem kell ebbe feszültséget okozni, és akkor is betölt a Szent Szellem, hogyha nem szólsz nyelveken, és akkor is megkeresztel téged az Úr Szent Szellemmel. Ez csak úgy mellékesen. De nem csak az történt, hogy nyelveken szóltak, hanem megjelent a tűz. Ha Melinda, amit múltkor bizonyságot tett itt, hogy úgy égett az arca, hogy nem mertem megfogni, annyira forróság volt rajta, amikor az Úr jelenlétébe összeesett, és egy két órát volt az Isten jelenlétében. És azt mondta, hogy ő nem tudta, hogy van ilyen, hogy a pünkösd, az ma is van. Ugye most pünkösdöt ünnepel a keresztény egyház, és hogy nevettem, hogy a pünkösdi rózsa ennek a szimbóluma, és igazából virágszirmot szórtak a hívőkre, hogy elképezzék a Szent Szellemet. Én jobban szeretem a Szent Szellemet. Én jobban szeretem, a Szent Szellem tüze érint meg, és tölt be. És forrósodik az arcom és a lelkem tőle, és ízik úgy, ahogy az Emmaus tanítványoknak. És nem csak ez történt, hanem, és ez nagyon tetszik nekem, berúgtak. Azt mondták róluk, hogy édes bortól részegek. Zalában volt ott egy vén legény, és mondták, hogy ezt sehogy nem tudták arra rávenni, hogy nővel összejöjjön, mert annyira félénk volt, és nem is nagyon ívott. De egyszerűen volt egy ilyen összejövetel, egy ilyen családi névnap, és ott volt egy idegen kis hölgyemény, akinek tetszett ez az ember, és hát iszogattak. Na most, amikor ivott, megbátorodott a legény. Érted? Összejött a nővel. Mert leoldottak benne a gátlások. Aztán megházasodott, szépen élnek, tehát úgy rendben van. De szükség volt neki egy kis oldószerre. Nem, ez csak példa. Ez csak példa. Kati, ez csak példa. Tehát
Amikor a Szent Szellem megrészegít téged, akkor leesnek a gátlásaid, és gyakorlatilag meg tudsz bocsánatani, bocsánatot tudsz kérni, tudod szeretni az ellenségedet, tudsz valami olyan dimenzióban létezni, amiben normális józan állapotodban nem lennél képes. És még a Szent Szellemtől való berúgásnak van egy nagy hasznos dolga, hogy nem vagy másnapos. Másnap? Nem így van? Te is berúgtál most Esztergomba, és mi történt veled? Mondd el, hogy mit éreztél. Na ne olyan naturálisan. Ja, ne naturálisan? Hát majdnem úgy éreztem, mintha a Jedik ereje lenne velem. Csak hát a Szent Szellem ereje volt ott. Hát ugye elkezdtük az Isten tiszteletet, fantasztikus volt a dicsőítés. Mindenki szívből énekelt az Úrnak. Tehát úgy, mintha ott ült volna Jézus a sorok között, és megénekeltünk volna. Aztán elkezdődött a prédikáció, és leszállt a Szent Szellem. Akkor ezt nem bírt magával. És utána, tehát az Isten tisztelet vége fele, gyakorlatilag olyan volt az egész, mintha folyamatosan dicsőítésben lettünk volna, mintha nem ért volna véget a dicsőítés. Mint amikor a jeruzsálemi templomot felszentelték, és egy rá nehezedett az emberekre, Istennek a jelenléte, az a légkör. És akkor a vége fele betegekért, egymásért imádkoztunk, és annyira nyíltak voltak, annyira megnyíltak az emberek egymás előtt, és úgy elkezdett működni az Úr, mint a felházba. Ezt akartam mondani, mint a felházba. Na, tehát, és mondta az András, hogy otthon ült egy másnap, és csak az volt benne, hogy teljesen meg van elégítve. Meg van elégítve. Amikor a Szent Szellem megelégít, figyelj ide, nem, ezek, amik most itt fognak történni veled otthon is, meg mindenhol, ez az Úr csinálja, nem mi. Én tudom, én benne voltam már ébredésben, tudom, hogy nem tettünk érte semmit, csak jött a Szent Szellem, mi csak engedtük. Semmi más ne csinálj, csak engedjél. Figyelj, megy az Úr, elkezdi ezt a gyönyörűséget, helyreállítja az egyházat, és mindenhol a Szent Szellem munkájával fogsz találkozni. És elkezdtek, és a tűz, és a nyelveken, és ez a részeg állapot megjelent, és a legnagyobb dolog, ami történt, hogy megbátorodtak. Jézus nagyon sokszor mondja, hogy békesség nektek, ne féljetek, én vagyok, megbátorodtak. Megbátorodtak, és tudom, hogy sokszor mondtuk már, de most újra mondom, és azok előtt, akik Jézust keresztre feszítették, azok előtt mondja Péter a pünkösdi beszédét. És a pünkösdi beszédnek egyetlen egy gondolatát olvasom föl, és ezzel befejezem közben. Úristen, nem baj. Andis, közben gyertek ki, és akkor dicsérünk még. És még azt kérnélek benneteket, hogy a gyerek foglalkozókhoz valaki menjen föl, mert szeretném, hogyha Melinda is lejönne, és meg a többiek ott fönt, mert itt fönt is ilyen történik, hogy gyerekek betöltekeznek Szent Szellemmel, és hát hihetetlen azért, miközben mi itt akarjuk, hogy itt legyen a Szent Szellem, ott van fönn a gyerekfoglalkozáson. És érted, ide jön egy gyerek, összezúzva magát, és egyszerre csak hopp, meggyógyul. A másik leesik a földre, és profétál, és Isten jelenlétében van benne. Figyeljetek ide, az Úr nem hagy el bennünket, be akar vinni bennünket az ő hatalmába, hogy amikor hazamész, egyszerre megtapasztaljad, hogy rendben vagy, hogy Isten veled van. Nem gyülekezet függő, hanem egyszerűen menni akar, mint a hullám, és fog is menni. És hogyha nem érzed, vagy még nem tapasztaltad, meg fogod tapasztalni, mert nem azért fog menni, mert megérdemelted, vagy jó gyerek vagy. Ezt az igét még elolvasom, és akkor énekeljünk, és utána imádkozunk. Aki Szent Szellemmel szeretne betöltekezni, jöjjön előre, és fogunk imádkozni. Nagy Ferivel az élen, ő fog a legtöbbet imádkozni, nem mehetsz el sehova. WC-re, utána imádkozza. És kérlek benneteket, hogy gyertek előre, imádkozunk egymásért, mert az Isten tiszteletnek egy Kovács Kassi, te sem menj el, most imádkozunk, jó? Te Zsuzsika, te még nem is imádkoztál. Támogatod. Tehát szeretném, hogyha egy olyan imádkozást kezdenénk el, hogyha valaki szükségben van, hogyha valaki
Szent Szellemmel szeretne betöltekezni. Ha valaki beteg, és akarja megtapasztalni az Úr gyógyítását, hogy kezdjünk el, menjétni, higgyétek el, az Isten akar. Isten akar bennünket megérinteni. És Péter azt mondja itt a pünkösdi beszéde végén, és most is nagyon-nagyon-nagyon csodálatos ez az ige, hogy annak okáért ez a abcsel 2:33. Annak okáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván Jézus, amikor oda ment, és megígért Szent Szellemet megnyervén az Atyától, kitöltötte ezt, amit ti most láttatok és hallottatok. Tehát Jézus Krisztus, mint emberfia, megnyerte az Atyától a Szent Szellemet. És ezt kitöltötte. És ez itt van most. Itt van jelen, most is itt van. Most is itt van, és akarja, hogy átéljük ezt, amit pünköskörről átéltek, és átéljed a hétköznapjaidba, hogy egy pillanat alatt fogsz megszabadulni bűnökből, és tiszta leszel, és rendben lesz az életed, és rendben lesz a családod, a kapcsolatrendszered, és olyan dolgok fognak rendbe jönni, ami eddig nem tudtál mit csinálni vele, csak neki feszülni és elkeseredni. Engedd, hogy az Úr hadd munkálkodjon. Tényleg a gyerekeket hívjuk le, és akkor együtt dicsérjük, szükségünk van a gyerekeknek a hitére. Most még egy imádkozni, most egy bizonyságot fog tenni a Melinda, amit a gyerekek között, amit átéltél, utána imádkozunk. Jó. Múlt héten az ifiben, hát nem gondoltam, hogy az Úr ennyire erőteljesen munkálkodik így az ifiseink közt is, de imádkoztunk ifiseknek a Szent Szemkerességért is, és volt, aki padlót fogott, volt, aki hát majdnem, de az Úr nagyon erőteljesen munkálkodott, aztán pedig elmentünk az egyik ifisünkhöz, aki hát leesett egy fáról, és csúnyán beütötte a gerincét, és nagyon fájt a háta, és imádkoztunk érte együttesen, és az Úr Jézus meggyógyította őt is, úgyhogy jó az Úr. Úgyhogy hiszem, hogy nem sokára majd ők is itt lesznek és bizonyságot tesznek, mert az Úr nagyon szereti őket, és nagyon fogja használni. Én hiszem, hogy ez egy új generáció, és az Úr használni akarja a kicsiket, akikről azt gondoljuk, hogy ők alkalmatlanok, akiknek tényleg nincs nagy teológiájuk, de hiszem azt, hogy az Úr szereti az egyszerűt és a gyermeki szívet. Úgyhogy én hiszem, hogy az ifiseinkben nagy dolgok fognak még történni az ifinkbe, úgyhogy kérünk titeket, hogy az ifi táborunkért is imádkozzatok, hogy egy picit se korlátozzuk be az Istent, hogy tényleg munkálkodjon. És ami akár még új módon is, én hiszem, hogy az Úr határtalan, és hogy használni akar minket, és csak tényleg azt keresi, hogy mi átadjuk-e magunkat arra, hogy ő használjon. Úgyhogy kérünk titeket. Amikor Dávid templomot akart Istennek építeni, nem engedte meg az Úr, mert azt mondta, hogy véres, nagyon sok vér tapad a kezedhez, és érzem, hogy mi, a Kovácskarcsi, az mi nemzedékünk, nagyon sokat harcoltunk, nagyon sokat háborúztunk, és Isten a gyermekeken és a fiaikon, lányaikon keresztül építi fel a mennyasszony most utoljára felékesít, és azt mondja neked, hogy alázd meg magad. Akárhány éve vagy hívő, engedj a Szent Szellemnek, ami lehet, hogy nem úgy jön, vagy nem úgy csinálja, hogy te elképzelted, és nem onnan, ahol te gondoltad, de engedjének. És Salamon építette fel a templomot, Dávid fia, és Salamon nem tudta volna a templomot építeni, ha Dávid nem harcolja meg a harcokat, ha nem gyűjti össze a templomhoz az aranyot, az ezüstöt, a fákat, ha Hírámmal nem barátkozik össze, aki támogatta az egész templomépítést és szédrus fákat küldött, nem tudta volna fölépíteni. A mi gyerekeik se
tudtak volna elindulni nélkülük. De most arra van szükség, hogy a sértődésünket, vagy a fájdalmainkat, vagy a csalódásainkat tegyük félre, és higgyük el, hogy az Úr ébredést akar. És engedjünk a Szent Szellemnek, és ne mondogassuk azt a sok mindent, amibe megsérültünk. Felejtsük el. Engedjük, hogy a Szent Szellem hadd jöjjön, és most értettem meg először azt, hogy tegnap voltam Zalába egy ilyen találkozó, az én rokonaim nagyon katolikusok is. Először voltam talán úgy, hogy őszintén tisztán szerettem őket. És összeért a hitünk. Nem választott el ott semmi bennünket, se Szűz Mária, se katolikus pap is volt ott. Hanem kiáradt a szeretet és az öröm. Mert Isten nem arra néz, hogy ki hova jár, hanem önmagába tökéletesítette az emberiséget. Minden ember, az is meg van bocsátva, képzeljétek el, hogy valaki katolikus. Vagy hogy szövétnekes. Sőt, hogy higgyül is netán. Ez a fránya lélek, ez higgyüli betért meg. Tehát nagyon szeretem, mert Zalai csak azért. De így értek el, hogy az Úr kiveszi, de tudom, hogy teológiánk van, értitek? Van teológ, de nem megyünk semmire a teológiánkkal. Az Isten nem teológusokat akar, hanem kiárasztani a szellemét minden testre. Ő nem azt akarja, hogy most megnézzük, hogy hát oda azért nem mehet a Szent Szellem, mert ott van három szobor. Az Isten nem zavarják a szobrok. Betölti az embert az élő testét, az élő igével, az élő szellemével, és nem a szobrot fogja imádni, mert megtapasztalja az élő Istent. De nem a szobrokat kell szídnunk nekünk, hanem oda kell adnunk a Szent Szellemet, aki meg akarja érinteni az embereket, és higgyétek el, félre kell tenni az akadályokat a szívünkben, nekünk a szívünkben, mások felé. A sok sérülést, a sok ítélkezést. Én magam most szembesültem arról, hogy azzal, hogy milyen ítélkező ember voltam én hívőként. Rosszabb voltam, mint a hitetlen. Azért, mert annyi igét ismertem, hogy annyira láttam, hogy kéne lenni a dolgoknak, hogy ítélkeztem. De Isten nem arra tanított meg bennünket, nem azért adta oda az igéjét, hogy ítélkezzünk, hanem azért, hogy megerősödjünk a kegyelembe, és kiáradjon a Szent Szellem mindenhol, amerre járunk, és megtapasztalják az emberek. Egyik rokonom, aki ilyen elesettségből jött vissza, ilyen alkoholista volt, de már majdnem elváltak, és most nem iszik, és ott egy kis beszélgetés zajlódott le, és odajött a végén hozzám, és azt mondja, Karcsi, olyan jó volt téged hallgatni, valahogy a szívembe megérintett az Isten. Higgyétek el, hogy nem kell itt nagy képüsködnünk, hogy mi valakik vagyunk, nem. Nem, az Úré a dicsőség, és az embereket fel kell emelni, különnek kell őket tartani magunknál, mert ezt megérzik. Megérzik, amikor valahol úgy mész el, hogy szereted az embereket, ahogy Isten szerette őket, vagy pedig elítéled őket. Nagyon hálás vagyok az Úrnak ezért az alkalomért, és nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Az Úr dicsősége az, hogy összejövünk. Tudom, hogy nem könnyű összejönni, én is tudom. Én is hazajöttem Zalában, mert csak egyet tudtam, hogy el kell ide jönnöm ma. Azt szeretném mondani, hogy aki kérte a Szent Szellem, mert azt megkapta, de bemerültél Szent Szellembe. De van egy forrás, benned, ami föl fog fakadni. Amikor mondta a Szellemről, hogy van egy forrás benned,
örökkévaló forrás felfakad a szellemedet, betöltötte a Szent Szellem, és bemerültél, és itt áll a Szent Szellemből, de ki fog jönni a forrás, hogyha nem szólsz rögtön nyelveken, ne esély kétségbe, én is leestem a földre, betöltekeztem Szent Szellemmel, és annyira akartam, és nem szóltam nyelveken, de egyszer csak egy este imádkoztam, és egyszer csak éreztem, hogy megérinti az Úr a nyelvemet, és fölfakadt a forrás, és elkezdtem szólni nyelveken. Ne görcsölj, hogyha Szent Szellemet kértél, akkor Szent Szellemet kaptál. És örüljél és örvendezél a Szent Szellem bármelyik ajándékát, bármikor, amikor indít, amikor érzed, hogy fel akar fakadni, akkor engedjed, és akkor szólsz nyelveken. De nem csak nyelveken szólsz, hanem engedjed a Szent Szellem ajándékát. Lehet, hogy imádkozol egy betegért, lehet, hogy csak beszélsz valakit, megvigasztalsz, egyszerűen átöleled, egyszerűen valami, valahogy, ahogy az Úr, ahogy indít mindenkit a maga módja szerint, és amikor megteszed, akkor meg tapasztalod, hogy az Isten rajtad keresztül kinyújtja a kezét, és ez az Úrnak a kegyelmének a munkája. Még befejezésül, Andriskám, énekeljünk egyet.